kocsival jöttem. Minden bizonnyal az időseknek örök emlék marad a Tolnai Dunapart átadó ünnepsége. Hetekig készültek a programra. Mit is jelent a tolnaiak számára a Dunapart? Valószínűleg mindannyiuknak nagyon fontos. Kinek-kinek más-másokból. Nagyon sokat jelent, mert ki tudunk jönni, de sétálni, szaladni, és csak pihenni is. És nekünk például a nyugdíjasoknak sokszor csináljuk azt, hogy kijövünk ide, és főzünk, és csinálunk ilyen összejöveteleket. Sok mindent jelent. Én számomra nagyon, mert én itt nevelkedtem, úgyhogy én nekem sokat. Nekem van egy 4,5 éves kisfiam, majdnem minden nap itt töltjük a délutánt, hétvégéket, szeret itt lenni, úgyhogy örülünk neki nagyon. Nagyon jó élmény ez, jó szórakozás, pihenés, kikapcsolódás, nekünk is tényleg nagyon jó, szép, gyönyörű. Örülünk neki, nagyon van 3 gyermekem, úgyhogy nagyon örülünk ennek a játszótérnek, meg az egész. Minden nagyon jó, tényleg. Az elmúlt egy esztendő bebizonyította, az önkormányzat jól gondolkodott, amikor a Dunapart felújítása mellett tette le voksát. Ez az egy év, ez bizonyította azt, hogy ez volt a legsikeresebb projektünk, én azt gondolom. Összegében ugyan nem volt a legnagyobb, de mégiscsak ez a tolnaiak szívének a legkedvesebb, mert hogy jó az, ha minden szép, meg jó, de mégiscsak ez az, ami a legjobban használható, én azt gondolom, és mindenki számára, aki a városban él, elérhető. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a városban élők használják a mi Dunapartunkat, vagy az új nevén Altaripa Szabadidőparkot, hanem óvodás csoportok is jelentkeznek be más településekről, Bonyhádról, Szekszádról, Paksról, és hozzák ide a gyerekeket. Én azt gondolom, hogy egyedülálló az a természeti környezet, ahol ez a szabadidőpark létesült, és egyedülálló az a nagyszabású játszótér is, amit a gyerekek nagy-nagy örömmel használnak. Az átadó vidámsága jól tükrözte azt a hangulatot, melyet ide akartak varázsolni a tervezők. Az alapvető koncepciója a területnek, a tervezési koncepció az volt, hogy újítsuk fel a Dunapartot, hiszen ez egy óriási nagy közpark a városnak a szélén, de mondhatjuk azt is, hogy a közepén, hiszen nagyon közel van a településnek a központja. Sok ember használta már a Dunapartot olyan funkcióban, mint közpark, és adott volt, hogy ezt a funkciót újítsuk fel, korszerűsítsük, kerüljenek be olyan elemek, amelyek jobban ide vonzzák a lakosságot. Alapvető központi eleme a területnek a óriási játszótér, a nagyon szép hajó elemmel, mely ugye a Dunapartnak a közelsége miatt egyértelműen a kapcsolatot teremti a víz és a terület között. A terület nagysága közel 2 hektáros terület, 20.000 négyzetméter. Ezt a területet teljesen megújítottuk, füvesítettünk, közel 500 cserjét kellett kiültetni, 120 fát ültettünk a tájépítés kolléganőmmel együtt kitalálva, hogy a sétányok mentén árnyékos területet biztosítsanak. Készült néhány sportpálya is, egy petánkpálya. Én személy szerint nagyon szeretem ezt a sportot, és úgy gondolom, hogy Tolnának most van egy lehetősége, hiszen egy nagyon szép petánkpályát is meg tudtunk valósítani, hogy ez a sport itt gyökeret verjen az emberek között. A város további 2 játszótér építését tervezi a közeljövőben, és a tervek szerint tovább folyik majd a Dunapart építése is, hiszen kerékpárutat is terveznek. A közeljövőben a vízminőség javítását is megcélozta az önkormányzat annak érdekében, hogy a Tolnai Duna továbbra is a helyiek szíve és az ide látogatók kedvenc célpontja maradhasson. Ám az elmúlt egy esztendő hozott feszültségeket is a működésben. Lakossági észrevétel az ott lakóktól érkezett, hogy a csúszdákat használó gyerekek hangoskodnak. Éppen ezért szűkítettük is a csúszda vagy az Altaripa Szabadidőpark nyitvatartási idejét, de este 7-ig bárki mehet. Én magam is többször lent voltam, nem gondolom egyébként, hogy rendezvényeken kívül olyan nagyon nagy hangzavar volna, nyilván ezt az érzi, aki ott van, de én azt szeretném, hogyha a lakókkal is ott egy kicsit rendeződnének a dolgok,
és remélem, hogy ez is hamarosan nyugvópontra kerül. Ami nagyon hiányzik, és ami nem oldódott meg, az a vendéglátás kérdése, mondta Appelshofer Ágnes. Reményei szerint azonban a turista idényre, a nyár igazi beköszöntére ez a probléma is semmissé válik. És akkor tényleg mindenki megelégedését szolgálja majd a Tolnai Dunapart.